az északnyugati torony az eddig teljesen, illetve hát mindkét torony az nyilván használhatatlan turizmus szempontjából, eddig legalábbis így volt. A tervek szerint ez is változni fog, hiszen az északnyugatra, a belvárosra néző hajdan a városi tűzőrség által használt torony ismét látogatható lesz az előre láthatóan 3 évig tartó szakaszos felújítást követően. Nem sokkal a munkaterület átvétele után Rudolf Mihállyal, a kiviteli terveket készítő építésszel, vezető tervezővel végigjártuk a bazilikát és környékét, sorra véve az egyes fázisokat. Az épület külső és belső részei mellett a közvetlen környezet is megújul majd. A falak mellett és közelében álló fákat, többségében magról kelt fenyőket, ezekben a napokban távolítják el, hiszen ezek gyökerei lényegében az épület alá vezetik a nedvességet. Igazából most, ha valaki körbejárja, vagy ha eddig, mert most körbe van kerítve, eddig valaki körbejárta a bazilikát, látott egy szép épületet, de valljuk be, a környezete nem túl szép, vagy nem volt túl szép, és most sem az. Véletlenszerűen berakott ilyen halszálkás parkolók, törezezett aszfalt, és elérett nagy főlépcsők jellemezték ezt. Itt pedig a szentélynél szinte ráfolyik az eső a bazilikára, ezt védenünk kell. Az épület a felújítás alatt csak korlátozottan lesz lezárva. A misék rendje nem változik. Először a líceum felől a kupola nyugati oldaláig lesz lezárva a terület, majd haladnak nyugat felé. 1837-ben szentelték fel a mostani bazilikát, 1904 és 1909 között végeztek rajta olyan komplex felújítást, mint amit most terveznek. A beruházás költségei elérik a 3,8 milliárd forintot.